valódi nemzeti konzultáció meghirdetésére 2016. január 30-án az évadnyitó rendezvényünkön került sor. Azóta eltelt 2,5 hónap, és talán ennyi idő elég ahhoz, hogy egy ilyen gyors mérleget, nem is véglegeset, de egy gyors mérleget az ember megvonjon arról, hogy mennyire volt sikeres az elmúlt 2,5 hónap, mennyire volt szükség egy ilyen konzultáció meghirdetésére. Mind a két kérdésre nagyon röviden azt tudom mondani, hogy szükség volt rá és hogy sikeres volt, és akkor most egy picit, ha megengedik, akkor bővebben kifejtem, mit értek ez alatt. Az első kérdés, amit szerintem tisztázni kell, hogy miért valódi ez a nemzeti konzultáció, hiszen a kormány az elmúlt években többször tartott már nemzeti konzultációt. Mi az, ami a miénket megkülönbözteti ettől? Miért választottunk egy jelzőt a szókapcsolat elé? Azért, mert a kormány nemzeti konzultációi szerintem nem volt, szerintünk nem voltak valódi konzultációk, hogy nagyon egyértelmű legyek, hiszen megspórolták egyrészt a társadalommal kapcsolatos és a szakmával kapcsolatos egyeztetéseket, másrészt pedig sokszor olyan kérdéssel keresték meg az embereket ugye a postai levél útján, amely kérdések nagyobb részt evidenciának vagy egyértelműségnek mondhatóak. Picit dramatizálom, picit leegyszerűsítem, de az emberek, amikor megkapták ezeket a leveleket, akkor körülbelül olyan kérdések, olyan dilemmák elé állította őket a kormány, hogy fölkeljen-e reggel a nap, hogy este lenyugodjon-e a nap, esetleg a csillagok világítsanak-e éjjel az égbolton. És miután az emberek ezekre a dilemmákra azt válaszolták, hogy igen, a kormány éppen aktuális szóvivője vagy sajtósa levonta a konzekvenciát ebből a válaszból, hogy az emberek támogatják a kormány politikáját. Most ennek túl sok értelme nincs. Mi 3 olyan területet választottunk, amelyek valóban súlyos problémákkal küzdködnek, ahol valódi kérdések merülnek fel, és ahol valódi konzultációra van szükség, hát ezért hívjuk valódi nemzeti konzultációnak, amelynek időben 2 szakasza különíthető el. Az első szakasz, amiben most is vagyunk még, és a nyár bekövetkezték, ebben a szakaszban is maradunk, ez a társadalmi és szakmai előkonzultáció, akár mondhatnám így is. Ennek a lényege, hogy a kérdéseket nem mi fogalmazzuk meg, mint ez a kormány nemzeti konzultációban előfordult, hogy valahol valamelyik think tank vagy kreatív csapat kitalálta, hogy mit kérdezzünk meg az emberekről, hanem magáról a kérdésekről is, a kérdések összeállításáról is megkérdezzük mind a szakmát, mind a társadalmat, mi az, ami leginkább foglalkoztatja őket azon a 3 területen belül, amit mi kiválasztottunk. Ugye ez a 3 terület az egészségügy, az oktatás és a korrupció. Az, hogy mennyire jól választottunk és mennyire jól találtuk el a 3 témát, mi sem bizonyítja jobban, mint hogyha bekapcsoljuk a tévét, kinyitjuk az újságot, vagy bekapcsoljuk a rádiót, azt látjuk, hogy ez az a 3 téma, ami a közélet, a politika vita tereit elsősorban kitölti. A nyár bekövetkezett és túl vagyunk a társadalmi szakmai egyeztetésen, amelynek a keretében most már több mint 100 VNK-s, valódi nemzeti konzultációs eseményen vagyunk túl. Gondoljanak lakossági fórumokat, szakszervezeti tárgyalásokat, intézménylátogatásokat. Ha a nyár megérkezett és ezt a szakaszt lezárhatjuk, akkor a nyár hónapjai során összesíteni fogjuk a tapasztalatokat. Összeállítjuk azt a kérdéssort, amelyről úgy találjuk, úgy látjuk, hogy a leginkább foglalkoztatja akár a szakmát, akár az embereket. És valamikor szeptember elején jön a második szakasz, amikor konkrétan kiküldjük a levelet a feltett kérdésekkel, és megvárjuk, hogy az embereknek mi a véleménye, vagy meglátjuk, hogy az embereknek mi a véleménye ezeken a területeken. Amilyen eredmény születik ezeken a leveleken keresztül, az a számunkra kötelező erővel bír. Tehát mind a mostani ciklusban ellenzékben, mind pedig a 2018-as reméletőleg Jobbik győzelmével végződő választás után kormányon, ami programunknak a gerincét fogja képezni ezen a 3 területen természetesen. Még annyit technikai információként hadd jutassak el önökhöz, hogy a mi anyagi lehetőségeink nem teszik lehetővé, hogy vagy minden egyes felnőtt magyar állampolgárnak küldjünk ilyen politikot, hogy a kormány konzultációi során ez lehetővé vált. Nekünk erre az anyagi lehetőségeink kisebbek, de arra viszont vállalkoztunk, és az eltökélt szándékunk is, hogy megvalósítjuk, hogy 4,2 millió háztartásba fogjuk kiküldeni a leveleket. Az persze fölvett reprezentativitása tekintetében kérdéseket, hogy majd a családon belül ki hogyan tudja a maga álláspontját érvényesíteni. Mi bízunk abban, hogy minden háztartásban demokratikusan és alapos vita után döntik el ezt az álláspontot. Azért mégis 4,2 millió kiküldött levél, azt gondolom, hogy komoly erő.
és hát nagyon bízunk benne, hogy minél több ember visszaküldi a levelet. Én arra is bátorítok, még ugye távol vagyunk a szeptember elejétől, de már most arra bátorítok mindenkit, hogyha majd ez megtörténik, ha megkapta a levelet, akkor mindenképpen küldje vissza a véleményét, hiszen, ahogy mondtam, ellenzékben is befolyásolni tudja a mi munkánkat, és ezáltal az országgyűlés munkáját, és ha a kormányra kerül a Jobbik 2018-ban, akkor érdemben és valódi módon tud beleszólni az ország sorsának, a saját sorsunknak az alakításába. Az emberek sokszor érzik azt, hogy nincs lehetőségük alakítani az ország ügyeit, Magyarország történelmét, és most ez egy lehetőség, hogy ezen változtassanak. Én ennyit szerettem volna mondani a valódi nemzeti konzultációról Dióhéjban. Természetesen a 7 órás lakossági fórumon ennél azért bővebben fogok beszélni ezekről a kérdésekről, ahol lehetőség lesz a lakossági érdeklődőknek is arra, hogy a maguk kérdéseit föltegyék. És most engedjék meg, hogy Szilágyi György képviselőtársamnak átadjam a szót, aki a 3 témán belül a korrupció tematikáját vezeti. Tiszteltel köszöntök mindenkit a sajtótájékoztatón. Amikor megkaptam a téma felelősséget a vezetéstől, hogy én vigyem korrupció témáját, akkor egy nehéz munkára számítottam, de megmondom őszintén, nem ilyen irányba számítottam nehéz munkára, mint ami kialakult, hiszen ma már sajnos ott tartunk, és ott tart a kormány, hogy nap mint nap jönnek az újabb és újabb ügyek, amivel már mondom, hogy nem lehet annyi sajtótájékoztatót tartani, amennyi ügy a közvéleményre tartozna a véleményünk szerint, hiszen sajnos az elmúlt 6 évben azzal kellett találkoznunk, hogy azt hittük, hogy az MSZP-s és a baloldali kormányok után nem lesz már rosszabb, nem lehet ennél mélyebb a korrupció mocsora, és sajnos lehetett, hiszen az elmúlt 6 évben a Fidesz szinte rendszer szintűvé, állami szintre emelte a korrupciót. Ez azt jelenti, hogy törvényekkel támasztja alá azokat a korrupciós tevékenységeket, amelyeket megpróbál elfedni az emberek elől, és megpróbálja törvényessé tenni ezeket a dolgokat. Sajnos ki kell mondani, hogy ma már Magyarországon a korrupciós tevékenységek szinte mafiaszerűen működnek, különböző céghálókat hoznak létre, ezek a céghálók egymással is kapcsolatban vannak, akik pályázatokon, különböző EU-s pályázatokon és közbeszerzéseken folyamatosan nyernek, és utána offshore cégeken keresztül megpróbálják eltüntetni az országból ezt a pénzt, nem itt adóznak, és ezzel megkárosítják a magyar embereket, a magyar társadalmat, Magyarországot, és ugye a közvagyont is ennek a cára. Mi úgy gondoljuk, hogy a korrupció egy nagyon-nagyon fontos probléma Magyarországon, küzdeni kell ellene, de tettekben végre és nem szavakban, mint ahogy az elmúlt 26 évben ezt tapasztaltuk, hiszen szavakban mindenki nagyon keményen küzd a korrupció ellen, tettekben már nem annyira. Ezért mi változtatni szeretnénk ezen az egész korrupciós harcon. Ebbe egyébként ellenzékként is megtettük az első lépéseket, hiszen a Jobbik képviselői nyilvánosságra hozták önként a velük egyháztartásban élő házastársak és családtagok vagyonnyilatkozatát. 2015-ben és 2016-ban is így tettünk, tehát összehasonlítható már. Meg lehet nézni, hogy az alatt az egy év alatt vajon egy képviselőnek a vagyona annyival gyarapodott-e, mint amennyit a fizetése és a járandósága után elvárható, vagy pedig más pénzekkel is gyarapodott. Ezt ugye felhívtuk az összes országgyűlési képviselőt, hogy tegyen hasonlóképpen, nem tették meg. Látjuk, hogy mi az eredménye, offshore cégek jönnek elő különböző fideszes képviselők családtagjainál, amire ők azt mondják például, hogy nem adó elkerülésre használták, akkor felmerül a kérdés, hogy olyan mire, hiszen egy offshore céget általában 2 dologra szoktak használni, az egyik az adó elkerülés, a másik pedig az, hogyha illegálisan megkeresett pénzeket kívánnak eltüntetni. Mi úgy gondoljuk, hogy a korrupció elleni harcot elsődlegesen fent kell kezdeni a politika szintjén. A politika szintjén kell megteremteni azt a tisztább közéletet, amely az alapja lehet annak, hogy az egész társadalom szintjén lejjebb szorítsuk ezt a korrupciós rátát, ami Magyarország egyre rosszabbul teljesült. Ezért itt is folyamatos találkozókat és folyamatos egyeztetéseket tartunk olyan antikorrupciós szakemberekkel, akik a korrupció bizonyos területén végeztek vizsgálatokat és dolgoztak a korrupció ellen. Ez lehet a vámis pénzügyi őrség, NAV, különböző Európai Uniós pénzekkel foglalkozó szakemberek, ővel folyamatosan konzultálunk, és megpróbáljuk kitalálni azt a legjobb
módszert, amiből megkérdezzük az embereket, hogy ők milyen intézkedéseket várnának el a jövendőbeli Jobbik kormánytól, milyen intézkedésekkel lépjen fel még hatékonyabban a korrupció ellen. Ugye nekünk is vannak erre ötleteink, itt a vagyonosodási vizsgálat a képviselőknél, a mentelmi jog eltörlése, az offshore cégek teljes kizárása ugye a közbeszerzésekből és a közpénzek környékéről. De ezeket mind-mind össze fogjuk gyűjteni, és majd kitaláljuk azokat, és megkérdezzük az embereket, és utána kitaláljuk azokat az intézkedéseket, amelyeknek már késznek kell lennie 2018-ra, hiszen hogyha Jobbik fog kormányozni 2018-ban, akkor ebben a tárgykörben nagyon gyorsan kell lépnünk, és minél előbb el kell kezdenünk a valódi harcot a korrupcióval szemben. Ennyit szerettünk volna ma önökkel közölni, azért a sajtótájékoztatón az lenne a kérdésem, vagy kérésem, hogyha van kérdésük, akkor ezt nyugodtan tegyék fel. Mi igyekszünk legjobb tudásom szerint válaszolni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.